Videófelvételt felvételt készítek, erről a gyönyörűszép padonat új állapotónak mondható szinte. Toshiba, hifi törönyről. Áll egy lemezjátszóból, egy CD-ből, kazettásdekből, erősítőből és egy rádióból. Minden egysége tökéletesen működik, hibátlanul. Mindjárt keresek kazettát. Találtam is. Ez egy Revox. Hát azt nem igazán akarom beletenni. Ezekkel nem tudom mi van zeneileg. Hogy nyílik jelző. Szépen működik minden egyébként. Elkapcsolok rádióra, tépre. Pink Floyd. Nagyon szép hangja van. Átrakom a másik oldalba is, hogy lássuk annak is a működését. Fejek görgő állapotok újszerűek. Garantáltan. Teljesen hibátlan. Egyébként bakelit lemezről készítettem a felvételt. Tökéletesen vesz fel, játszik le. A lemezjátszó egy gomnyomása, opa, picit könnyű. Én valami kétoldalú kis ragasztóval összetenném a készülékeket, mert mondjuk csak a felső, a lemezjátszó az súlyra talán 4-5 kiló. Visszakapcsolok a lemezjátszóra. Hát, mint tudjuk, a Pink Floyd az elég lassan kezd. Valami jó hangja van. Teteje is gyönyörű állapotban van. $45,000 ilyen hifi tornyot biztos, hogy nem kap senki, ami itt szól. Csodaszép hangja van, teljesen sercegésmentes a pótméter. Még szórondemelés, jobb és bal csatorna, teljesen hibátlan nem működik mindene. Egy gombnyomásra indítja a lejátszást, ha a stopot megnyomjuk, akkor egy gombnyomásra természetesen ki is kapcsol, kilakja a karta helyére, és áramtalanítja a lemezjátszó egységet, kikapcsolja. Illusztrálok még egy startot, egy gombnyomásra fölemeli a tűt, illetve a kart, ráhelyezi a lemezre, teljesen hibátlanul működik, és utána, amikor rátette a tűt, akkor onnantól kezdve már csak akkor fog kikapcsolni, amikor a lemez lejár. Ezt tulajdonképpen megpróbálom. A quieting, ez a
fölemelés, elviszem a lemez végére, az utolsó szám környékére. Én ráengedem szépen a karta tűt a lemezre. Ezzel akartam ráengedni, és utána néztem, hogy ez a kislemez, nagylemez az automata mód választáshoz. Most már lejárt a lemez, úgyhogy ki kell kapcsolnia lassan. Most kiment, fölemelte. A tű is új szerű állapotú teljesen, úgyhogy tényleg elhihető, amit mondtak nekem, hogy nyaralóból származik, és pár órát ment az egész talán. A görgök, fejek is minden erre utal. A CD lejátszó is teljesen hibátlanul működik. Átkapcsolok CD-re. Ezre még kíváncsi vagyok. Hát ezt nagyon-nagyon kevés lemezjátszóját, CD lemez játszó játssza le ezt a lemezt, eleve rendkívül karcos. Illusztrálom az állapotát. Hihetetlen lejátsza. És csodaszép hangja van. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételem. Csalódásmentes választás. Az összes papírja itt van, szóval az összes készüléknek külön kézikönyve van. Ez tényleg csalódásmentes választás. A plexitető is épp teljesen lehet látni, hogy gyönyörű szép állapotban van minden. A hátulján két hangfal kimenet van, RCA csatlakozási pontok. Van egy üres RCA AUX bemenet, hát ide számítógépet, laptopot, televízió, DVD-t, stb. Lehet kihangosítani. De akár telefonodat is ki tudod rajta hangosítani egy RCA kábel, a másik fele három és feles, amit bedugsz audio kábelt a telefonba. Kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is.